Lakatos Orsolya vagyok. 2016. júliusában kezdtem dolgozni a cégnél, akkor még gyakornokként, most már viszont főállású projektbeszerző vagyok. Az egyetemista éveim végén megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy pusztán a diploma megszerzése lehet nem elegendő a sikeres pályakezdéshez, ezért úgy gondoltam, hogy szükségem lesz releváns szakmai tapasztalatra is. Annak idején is a cégünk kiemelkedő volt a gyakornoki programok működtetésében, illetve a gyakornokok alkalmazásában, úgyhogy innentől kezdve kézenfekvő volt a megoldás. Legeslegelső sorban megemlítenék az a csapat, ahol dolgozok, hiszen a kollégáim egytől egyig roppant tehetséges és jól képzett szakemberek, akikkel minden nap öröm együtt dolgozni, és motiválnak engem, hogy én is jobb legyek. Egyszer remélem, hogy azt a színvonalat én is elérem, ahogyan ők működnek. A nevem Csepó Péter, 2005. márciusban kezdtem a cégnél dolgozni, jelenleg műszakkoordinátori pozíciót látok el. A cégre a választásom egy közeli ismerősöm által esett, és ő ajánlotta nekem, én pályakezdő voltam, és azért jó lehetőséget láttam ennek a multinacionális cégnek a tagjaként dolgozni. Szeretek itt dolgozni, számomra fontos a cégnek a megbízhatósága. A jövőre nézve a terveim, szeretnék egy másik idegen nyelvet elsajátítani, illetve meghatározott időn belül egy diplomát is szeretnék szerezni. Erre van lehetőségem a cégnél, az idegen nyelv tanulást is támogatja, illetve a diploma megszerzését is támogatja, mind anyagilag, mind a munkaidő kedvezmény biztosításával. Magamnak és a cégnek azt kívánom, hogy sikeres jövőnk legyen, és még sok-sok évet együtt el tudjunk tölteni. Én Túlcsányi Horváth Edit vagyok, 2006. február 9-től dolgozom, csomagolóként, később könyvelőként és jelenleg mint műszakvezető. A választás az úgy esett erre a cégre, hogy amikor Magyarországra telepedett, ezen belül Miskolcra, több ismerősöm jött ide dolgozni, és ők mondták, hogy szeretnek itt lenni, jó munkahely. Nekem fontos a jó légkör, ezen belül pedig a kommunikáció a vezetőimmel, hogyha bármilyen problémám van, azt meg tudjuk beszélni, és meg tudjuk oldani közösen. A jövőre a terveim, hogy továbbra is szeretnék itt dolgozni. Magamnak azt kívánom, hogy innen menjek el majd nyugdíjba, a cégnek pedig azt, hogy tovább fejlődjön, és még nagyon sokáig legyen itt Miskolcon. Vajószi Gergő vagyok, 2010 óta dolgozom a cégnél, és jelenleg az Inito Motor fejlesztésen dolgozok, mint a széria támogatásért felelős csoportvezető. Ez az első munkahelyem gyakorlatilag, tehát rögtön az egyetemről, ahogy kikerültem, én itt kezdtem. Azért szeretek itt dolgozni, mert innovatív feladatokkal foglalkozhatok nap, mint nap. Szeretem a komplex, összetett feladatokat és ezeket megoldani, ez nap, mint nap szórakoztat. Érzem, hogy a munkám az fontos, amit nap, mint nap végzek, annak haszna van és eredménye. És teszem mindezt egy olyan csoportban, ahol minden mérnök nagyon jó abban, amit csinál. Saját szinteben szeretnék mindent megtenni azért, hogy a Miskolci Fejlesztőközpont és a Miskolci gyár az minél több felelősséget, minél több bizalmat kapjon a cégvezetéstől, és szeretnénk azt bebizonyítani, hogy Miskolc az egy nagyon fontos sarokköve az SCG vállalatnak. Magamnak is a cégnek azt kívánom, hogy sikeresen lépjünk be az e-mobilitás világába, tehát a villamoshajtások világába, és szeretném, hogyha Miskolc minél jobban kivenné a részét ebben az új innovatív termékben, mint fejlesztés, mint termelés szempontból.